Büszke vagyok a magyarok összefogására és áldozatvállalására, mondta mai Fogadóra magazinunkban a térség országgyűlési képviselője. Földi László a tavalyi nehéz évet értékelve úgy fogalmazott, a koronavírusból a védőoltás lesz a kiút, folyamatosan érkezik az országba vakcina. A képviselő azt mondta, ő is akkor adatja majd be magának az oltást, amikor rákerül a sor. A műsorvezető Velkei G. Mátyás kérdezte a képviselőt a kormányzati intézkedésekről. Földi László beszélt a gazdaságvédelmet érintő lépésekről, a kormány munkahely megtartó támogatásairól és a családokat segítő otthonteremtési és otthonfelújítási támogatásokról. Szó esett a vidékfejlesztésről is. Mint Földi László mondta, a Magyar Falu programban a tavalyihoz képest 200 milliárddal több pénz jut a községek, falvak fejlesztésére, és az eddigi 1300 milliárd forint többszöröse soha nem látott összeg áll rendelkezésre az unióval közös vidékfejlesztési programban. Most mintegy 4800 milliárd forint lesz a közös agrárpolitikán mentén a vidékfejlesztésre. Itt elsősorban a vidéken élők életminőségének, a vidéken élők munkahelyeinek a védelme, illetve új munkahelyek létesítése, az agrárium fejlesztése, az élelmiszeripar fejlesztése kerül elsősorban előtérbe. A műsorvezető az elvont iparűzési adó Cegléd-et érintő kompenzációjáról is kérdezte a képviselőt. Földi László elmondta, a 2021. évi állami költségvetésben 16%-kal több forrás áll az önkormányzatok rendelkezésére, mint 2020-ban volt. Ez Cegléd esetében 200 millió forint. Ezt is figyelembe kell venni a számításnál. Az én információim szerint olyan kb. 400 millió körüli iparűzési adó összeg az, ami nem folyik be a vállalatoktól, a kis Cegléd esetében. Hogyha hozzáteszem azt, hogy nagyjából 200 millió forint a nagyobb állami támogatás jön, akkor durván olyan 200 millió körüli az a hiány, úgymond, ami a tavalyi évi költségvetéshez képest kevesebb. A kormány egyéni elbírálás alapján dönt majd a 25 ezernél nagyobb városok kompenzálásáról. Én nem félek attól, hogy Cegléd városa nem kap kompenzációban bizonyos összeget, hogy mennyit, azt most még nem tudom, mert nincs róla hivatalos információ. Földi László beszélt arról is, idén elkezdődik a Kossuth gimnázium felújítása, a 441-es út Nagykörös és Kecskemét közötti szakasz felújítása, és folytatódik a Nagykörös-Cegléd közötti kerékpárút építése. A képviselő hozzátette, már a kormány előtt van a Csemő-Cegléd közötti kerékpárút építésének terve, a 441-es út Cegléd és Nagykörös közötti út felújítása és a Nagykörösi piacnál lévő körforgalom építése is. Ezekről azonban még nincs kormánydöntés.